Jobban kezdte a mérkőzést a lila-fehér szerelésben pályára lépő Békés Csaba. Mikló Roland lövését Hársfalvi lábbal hárította. A 13. percben jegyezhettük fel az első vendégpróbálkozást, Medgyes Zoltán kísérletét azonban Albert blokkolta. Egy perccel később ritkán látható jelenet szemtanúi lehettek a kilátogatók. A kapus kigurítását követően Hudák Dávid jött zavarba a csabai letámadástól, és majdnem öngolt vétett. Végül a kapufáról szögletre pattant a labda. A hazai csapat a 27. percben szerezte meg a vezetést. Váradi Ádámot Madarász Márk buktatta a 16-oson belül, a megítélt 11-est Horváth Péter értékesítette. A folytatásban is a hazai együttes volt a veszélyesebb. A 38. percben Cékus Ádám ugrott ki a védők közül, de a kapujából kilépő Hársfalvi védeni tudott. Két perccel később Váradi Ádám hibázta el a mérkőzés legnagyobb helyzetét. A középpályás már is keresztbe passzolt labdája után 4 méterről az üres kapu fölé lőtt. A lilák a második félidőben a csereként beállt Hamed révén kétszer is eldönthették volna a 3 pont sorsát. A támadó a 72. percben az ötösről a felső lécet találta el, 4 perccel később pedig fejesét Hársfalvi hárította bravúrral. A cserékkel frissítő Gyirmót a hajrában egyenlített, a 83. percben Nagy Patrik centerezése után Madarász Márk passzolt a csabai kapuba. A vendégek a győzelmet is megszerezhették volna, de Szegi Vince lövése után a kapufán csattant a labda, így maradt az 1-1-es döntetlen. Nehezítette mindkét csapat játékát, milyenként az első félidőben óriási szél, tehát a másodikban is az ellenfél is hibázott emiatt, mi is hibáztunk, sok védőhiba volt ebben a játékban, mondom, a extrém körülmények miatt. Csináltunk talán egy buta 11-est, azt gondolom, hogy itt-ott voltak lehetőségek, tehát teljesen reális a végeredmény. Brilás Gábor együttese ugyan több helyzetet dolgozott ki ellenfelénél, de a sikeres tavaszi rajt után ezúttal nem sikerült a győzelem. Hát egy nagyon jó mérkőzésen, egy nagyon jó csapat ellen szereztünk egy értékes pontot. Van bennünk egy kis csalódottság, mert azt gondolom, hogy 1-0 után megvoltak a helyzeteink, hogy lezárjuk a mérkőzést. Sajnos kimaradtak ezek a helyzetek, és ez most megbosszulta magát, így be kell érnünk az 1 ponttal. De úgy gondolom, hogy ez miatt a mérkőzés miatt sem kell a csapatnak szégyenkeznie, mert ma is mindenki oda tette magát. A csabaiak szerdán a Magyar Kupában az NB1-es Zalaegerszeget fogadják, majd vasárnap ismét a bajnokságban az MTK otthonában lépnek pályára.